Sir Timothy Hunt és a 6 középiskola diákjai az egyetem gyakorló gimnáziumában találkoztak, ami a hivatalos program helyett szelfik és fotók készítésével kezdődött. Nagyon szeretettel, odaadással fordulnak a követők az utókor felé, és a közvetlenség a leginkább olyan jelző, ami emberileg jellemző rájuk. A fiatalok angolul számoltak be arról, milyen kutatásokban vesznek részt. Láthatóan több is felkeltette a tudós érdeklődését. Itt például arról kérdezi a fiatalokat, nem zavarja-e őket, hogy békákat kell boncolniuk. Az oldott hangulat és a közvetlenség mellett a tudományról való beszédmód az, ami a legtöbb diákot megfogta. Nagyon jó látni, hogy ezek az emberek, akik ilyen eredményeket érnek el a tudományos életben, hogyan gondolkoznak és hogyan látják azokat a problémákat, amikhez mondjuk egy átlagos ember nem így állna hozzá. Tim Hunt arról is beszélt a középiskolásoknak, hogy a jó ötlet mellett szerencse is kell egy-egy sikeres felfedezéshez. Ő például a megtermékenyített tengerisün és kagylópetéket tanulmányozva fedezte fel 1982-ben a sejtciklust és a fehérje szintézis szabályozó ciklineket. Így ma már tudjuk, miért kezdenek el osztódni a sejtek, és ez a folyamat hogyan állítható le. Ez a felismerés 2001-ben orvosi Nobel-díjassá tette a brit kutatót, aki szerint az ő történetének a legfőbb üzenete: soha ne add fel. Ezek rendkívül hasznos találkozók, hiszen a fiatalok élőben találkozhatnak ekkora emberekkel, akik a tudományunk csúcsát elérték, tehát a Nobel-díjat, és szerintem ez abszolút meghatározó lehet egy fiatal életében, hatalmas motivációt jelentett a fiatalok számára. Ez az ösztönzés a legfőbb célja a találkozókat szervező alapítványnak és az általa létrehozott Szegedi Tudós Akadémiának, melynek a volt Bartók Béla Művelődési Házban kialakítandó kollégium lesz a központja. Az épületet Tim Huntnak is megmutatták, aki érdeklődéssel járta körbe a termeket, és több fotót is készített, hiszen, mint korábban kiderült, kedvenc hobbija a fényképezés.